Kettős gyilkosság történt a Győr megyei Levélen, egy családi házban. A rendőrség emberülés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az ügyben. Az áldozatok az 52 éves nő és a 42 éves férfi élettársak voltak. Az esti órákban egy rokonuk jelezte a hatóságuknak, hogy holtan talált rájuk. A rendőrök tegnap hajnalig helyszíneltek az épületben. Ebben a házban talált rá az egyik hozzátartozójuk a férfi és a nő holttestére. A hajnali órákig helyszíneltek a rendőrök, de egyelőre bővebb információt nem adnak. A helyi presszóban azt mondták, hogy az 52 éves nő gyakran betért ide. Ez az arcát nem vállaló férfi is csak találgatni tudott. Ja, nem tudom, hogy mi okozhatta ezt a tragédiát, mert valószínű, hogy anyagi dolgok is vannak a háttérben. De ahol együtt az Elzsi, az nagyon barátságos volt, ezt kimerem jelenteni. Sokat beszélgettem vele, én is, mint bárkit. Szeretett ide járni, nem azt mondom, hogy sokat járt ide, gyakran, de jött. A helyiek szerint az utóbbi időben megromlott a párkapcsolata. Én szerintem lehet, hogy jobb ő nekik ez, hogy így történt ez a dolog, sajnos, hogy ezt kell mondanom. De hát erre senki nem számított, hogy pontosan senki nem tud találgatnak, ugye hát se rendőrség, senki még olyat nem nyilatkozott, nem adott semmit sem. A rendőrség egyelőre csak a gyilkosság tényét tudta megerősíteni.